Így néz ki most az új református Tipegő bölcsőde Kemecsén, amely a jövőben a környékbeli településekről is tud majd fogadni gyermekeket. 2017-ben vette át a református egyház közössége a bölcsőde fenntartását az önkormányzattól, de az új épület projektjének megvalósításában az önkormányzat is szerepet vállalt. Támogatást nyert az egyház közösség, hogy így fogalmazzunk, Európai Uniós és a magyar kormány társfinanszírozásával. Ennek a beruházásnak az összértéke, tehát a projekt összértéke, az meghaladja az 1 milliárd forintot, néhány 10 millió forinttal, és nagyon nagy jelentőségű beruházásról van szó, itt is szeretném még egyszer hangsúlyozni, hiszen az egyház közösség életében ez az első nagyobb komoly beruházás, amelyet az egyház közösség az önkormányzattal közösen, hiszen segítettünk a projektmenedzselésben, egyéb dolgokban, amiben lehetőségünk volt, és közösen próbáltuk menedzselni ezt a projektet, és ennek a projektnek a végtermékét próbáljuk most egy projektzáró eseménnyel lezárni. A projekt záró rendezvényen a polgármester és Szalkó Károly István református lelkipásztor is felidézte a beruházás történetét, amelyet először a koronavírus járvány, majd az orosz-ukrán háború kitörése utáni gazdasági helyzet is megnehezített. A mi tervünk is az volt, hogy már 2022. szeptember 1-ével ide gyerekek járnak, de tényleg mögöttünk van három olyan esztendő, ami kis hazánk, vagy Európa, vagy a világ történelmében olyan változásokat hozott, maga a koronavírus, maga ugye a háborús helyzet, ami egy éves csúszást eredményezett végül, meg ami megmutatta számunkra, hogy tervezhetünk, akarhatunk és cselekedjük a dolgunkat, de az Isten kegyelmével kell leginkább számolni, és az Isten akaratának a rendjébe kell beleilleszteni a mi szolgálatunkat, úgyhogy ez így együtt egy olyan kerek egész, ami miatt most nekünk hála van és öröm a mi szívünkbe. A lelkipásztor hozzátette, Kemecse városában jelenleg mintegy 1800 református él, emellett a városnak 7 környékbeli településsel van ellátási szerződése. Az új bölcsődébe költözés után várhatóan 11 fővel folytatódik a munka, egy szakmai vezetővel, 8 nevelővel és 2 dajkával. A bölcsőde közel 50 férőhelyel fog működni.